műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nope. Magyar lelátó. A magyar sportélet más lelátószögből. Köszöntöm a Magyar Lelátó hallgatóit, Varga Dávid vagyok. Nagyszerű tavasz produkálva, 11 év után lett újra magyar kupa győztes a Ferencváros. A csapat a bajnokságban a második helyen végzett, így ősszel az Európa Ligában is megmérettetheti magát. Bajnok lett a klubikon által vezetett U21-es alakulat is. A rég nem látott sikerek és az eredmények szempontjából fényesnek ígérkező jövő mellé azonban a Fradi család ketté szakadása is párosul, fanatikus szurkolóival továbbra sem találja, vagy talán már nem is keresi a hangot a klubvezetés. Mindezekről majd most megkérdezzük Oroszpát, aki már itt is ül velem szemben. Az FTC labdarúgó ZRT vezérigazgatóval beszélgetünk, tehát jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nos, ahogy azt az előbb már elmondtam, bár még egy forduló hátra van, a lényegi dolgok már eldőltek, hát kupagyőztes ezüst csapatról beszélhetünk, elégedett? Természetesen elégedett vagyok, hát az volt a célunk a bajnokság elején, mint minden bajnokság elején, hogy megnyerjük a bajnokságot, de hát azért ez közben látszott, hogy a Vidin nagyon ellépett, egy gyengébb bőszt produkáltunk ahhoz képest, amilyen a tavaszunk volt, és hát akkor meg már mondtuk, hogy jó lenne természetesen bajnoknak lenni, de azért jó lenne egy ezüstérem, ami azért fényesebben csillog, mint az elmúlt két év bronzérmei, és a magyar kupagyőzelem pedig kimondott célunk volt. És ugyanakkor nem esik szó még, hogy arról, hogy az utolsó ligakupát is elhódíthatja a Ferencváros, hogy ez a sorozat jövőre már nem indul. És bár a magyar kupa győzelem után a bajnoki mérkőzésen meg a elődöntőn is észrevehető volt, hogy mintha már leengedtek volna a srácok, hogyan lehet őket motiválni, jár-e mondjuk valami prémium a ligakupáért a számukra. Ja, természetesen minden egyes címér jár prémium, tehát ezt évelején meghatározzuk, hogyha megnyernek valamit, akkor azért éppen mennyi jár, de hát a mérkőzésekért is jár nekik prémium, tehát a nyertes mérkőzésekért, úgyhogy az sem mindegy, hogy megnyerik. Most a Vidi elleni utolsó bajnokinknak tulajdonképpen a presztízsen kívül tétje már nincs. Szeretnénk mindenféleképpen nyertesként lezárni ezt a szezont, tehát még egyszer elhódítani a Vidis kalpját. Aztán a ligakupa döntő pedig Debrecenben lesz, és szeretnénk természetesen azt is megnyerni, ugye egyszer már megnyertük, jó lenne úgy búcsúztatni a ligakupát, hogy nálunk marad a trófea. Azt tehát már láthattuk, hogy magyar szinten mire képes a Ferencváros kerete, de mire lehet elég a nemzetközi porondon mindez? Ugye ezekkel az eredményekkel most az Európa Liga indulási jogát vívtuk ki, tehát a selejtezőkbe való indulásnak a jogát, ami nem vagyunk kiemeltek, tehát akár kaphatunk első fordulóban egy Dinamo Zagrebet is, hát a régióból kapunk az első fordulóban ellenfelet, de hát nagyon nagy szerencse kéne ahhoz, hogy bekerüljünk csoportkörbe, ezt lássuk be, tehát négy fordulón kell túl lennünk, és ugye itt már az utolsó rájátszásban, a negyedik fordulóban már tényleg bármilyen Bundesliga vagy Premier League csapattal is találkozhatunk, tehát az már tényleg nagyon nagy szerencse is kell. Természetesen úgy megyünk neki a sorozatnak, hogy a lehető legmesszebb szeretnénk eljutni. Az sem egy elhanyagolható szempont, hogy azért komoly pénzdíjak is vannak az UEFA részéről, tehát hogy ha eljut valaki az Európa Liga csoportkörbe, az 2,4 millió eurót kap, hogyha valaki eljut a BL csoportkörbe, az 12 millió eurót kap. Tehát azért az már egy komoly éves költségvetés is lenne egy komoly klubnál. De hát majd meglátjuk, hogy meddig lesz elég. Természetesen erősödni is fogunk. Én úgy vélem, hogy akik távoznak tőlünk, azok részint azért fognak távozni, mert lejár a szerződésük, és mondjuk nem kívánjuk meghosszabbítani különböző okokból, részint pedig olyan játékosok távoznak, akik nem hozták be azt a reményt, amit fűztünk hozzájuk, úgyhogy szerintem erősebb keretünk lesz, kimondott célunk, már most mondhatom, jövő évben a bajnokságnak a megnyerése, és jövő évben pedig mindenféleképpen szeretnénk már bekerülni az Európa Liga csoportkörbe. Konkrét neveket tudna mondani, nyilván elsősorban a távozók részéről. Hát konkrétumokat nem szeretnék mondani addig, ameddig még van hátra mérkőzés, tehát nyilvánvaló, hogy van, aki már tudja, van, aki nem, de nyilvánosságra majd akkor fogjuk hozni, amikor a mérkőzések számát tekintve is vége a szezonnak. Brazíliába utazik-e idén? Meglátjuk, pont most miután önnel megcsináljuk ezt az interjút, fogok találkozni egy magyar úrral, aki Brazíliában volt kint a mi megbízásunkból. Nem biztos, hogy nekem most ki kell ezért mennem. Természetesen velük is a kapcsolatot tartjuk, mint hogy más klubokkal is. És ha jól gondolom, akkor a két nálunk kölcsönlévő játékos, Pavlovics és Ramirez szerződésével is tárgyalnak. Náluk pakliba van egy hasonló megállapodás, mint annó Besicsnél volt, hogy a nevelőklubjuk jobban beadja derekát. Igen, hát mind a két játékos kapcsán vannak megbeszélések, hogy milyen irányba az majd a jövő titka, de a lényeg az, hogy természetesen
mindig olyan megállapodásokat kötünk, ami a Ferencváros számára anyagilag is hasznos tud lenni, tehát azért azt ne felejtjük el, hogy például hogy a Besicset, amikor sikerült az Evertonhoz transferálni, akkor ez egy magyarországi rekord összeg volt, amennyire sikerült őt eladni, és azért annak ellenére, hogy a nagyja a pénznek az ment a Hamburghoz, azért a Ferencvárosnál is maradt, ami hála Istennek azért jó jött a költségvetésünkbe, és Ramirez pedig hát jelen pillanatban kölcsönben van nálunk, ugye nem titok, hogy szeretnénk megállapodni a Düsseldorffal, hogy véglegesen hozzánk kerüljön, és azért ő egy nagyon fiatal, tehát ő 21 éves most, és őben nagyon nagy fantázia van, az annál is inkább, mert ötszörös ekvádori válogatott, már felnőtt válogatott, tehát hogy ha pedig jól fog teljesíteni nálunk, mert sikerül mondjuk megállapodni, és itt marad, és jól teljesít, akkor én úgy gondolom, hogy a következő világbajnokságon bekerülhet a válogatottban, ami megint egy Besics szindróma lesz. És hogy látja a klub esélyeit a megtartására? Én jónak látom a klub esélyeit a megtartására, tehát előre haladott tárgyalásokat folytatunk a Düsseldorffal. Én nagyobb esélyt látok arra, hogy itt marad, mint hogy nem. Ahogy az elején is elmondtam, jól szerepeltek az utánpótlás csapatok is, úgy látszik, itt is bejött a német vonal. Igen, az utánpótlás nem volt jó állapotban, amikor ide jöttünk 4,5 évvel ezelőtt, ez kétségtelen tény, akár az infrastruktúrára gondolunk, ugye most a Népligeti edzőközpontban beszélgetünk, és azért lehet látni, hogy itt nagyon nagy átalakulások voltak, akár csak a pályaminőségeket, vagy az öltözők minőségét, vagy az egész körítést tekintve, de hogyha csak a sportszakmai háttérről, vagy az orvosi háttérről beszélek, azok is nagyon fontosak, abban is investálni kellett. Megállapodtunk Theo Schneiderrel, ugye, aki most már az utánpótlásért felel nálunk, kimondottan, Borussia Dortmundtól jött hozzánk, és hát egy másfajta szemléletet hozott, természetesen együtt dolgozik a régiekkel, tehát Dragonerrel, Kellerrel, nem nélkülük, hanem velük együtt megyünk tovább, csak egy picit átvéve azt a német stílust és német szaktudást, ami ő nekik is segített nagyon sokat abban, hogy visszajöjjenek, és tényleg az Európa és a világ élére álljanak. Szerintem jó irányba haladunk, az utánpótlás csapataink is azért ne felejtjük Lipcseiek, ugye bajnokságot nyertek, az U21, akik jövőre az NB3-ban fognak elindulni, és hát még az U14 is bajnok esélyes, de nagyon sok csapatunk van, aki ott van az élboltban. Hirdessen műsorunkban, vagy legyen a Magyar Lelátó partnere. 17 rádió, több tízezer hallgató és egy kihagyhatatlan lehetőség. Garantáljuk, hogy az ország egyik legkedvezőbb hirdetési ajánlatát a Magyar Lelátó nyújtja. Érdeklődni a hirdetés@magyarlelato.hu címen, vagy a 0620 2250-es telefonszámon lehet. Várjuk jelentkezését! Fiataloknál tartottunk, és szükség is lehet rájuk a jövőre, ugyanis ugye meghozta az MLS az új szabályát, a szerencsejáték pénzekre a fiatalok révén juthat egy klub, pályázik erre a Fradi. Természetesen, tehát én azt szoktam mondani, és itt most, mint NB1-es bizottság elnöke is mondom, nem csak mint Fradi vezérigazgatója, hogy vannak olyan klubok, akiknek az kell, hogy legyen a céljuk, itt a magyar bajnokságról beszélek, hogy megnyerjék a bajnokságot, és nemzetközi szintre kikerüljenek. És vannak olyan klubok, akiknek nem az a céljuk, hanem az a céljuk, hogy stabil résztvevői legyenek az első osztálynak, és adott esetben neveljék is még ki a játékosokat, és adott esetben még azon pénzt keressenek, hogy a nemzetközi kupákban induló kluboknak el tudják adni ezeket a játékosokat. Abban az esetben, hogyha valaki betartja azt a feltételrendszert, ami az MLS-nek a feltételrendszer, akkor nagyon szép összegekhez lehet jutni. Nyilvánvaló, hogy ez egy ösztönző rendszer, és abban az esetben, hogyha valaki nem tartja ezt be, akkor nem azzal jár, hogy mínusz pontokat kap, vagy kizárják a bajnokságból, hanem nem jut hozzá az összeghez. Ilyenkor mindig mérlegelni kell azt, hogy adott esetben a klubnak mi a célja, tehát én szeretném megnyerni a bajnokságot, és ezért mondjuk nem veszem figyelembe azt, hogy milyen előírások vannak, vagy pedig bizonyos etapokban például betartom ezeket az előírásokat, és akkor hozzájutok az összeghez, mert úgy lesz, hogy a mérkőzés számokat elosztják több felé, és akkor úgy lehet majd hozzájutni. Tehát ezzel nincs is semmi baj a világon, szerintem minden klubnak mérlegelési lehetősége van. Nos, ha már a pénz és az összegeknél tartunk, hogy ön is többször lenyilatkozta, hogy mekkora költségvetésre lenne szükség a Fradinak, hogy a nemzetközi szinten is megállja a helyét. Hogy áll most a csapat? Jövőre lesz-e nagyobb a költségvetés, mint az idei? Nem hiszem, hogy nagyobb. Hát de mondjuk az MLS pénzekkel nagyobb költségvetés lesz. Tehát, hogy úgy nézem, hogy azért, ami befolyik a tévé és a szerencsejáték szerződésekből, azért az több lesz, mint ami eddig volt. Tehát, hogyha ezeknek meg tudunk felelni, ezeknek a kritériumoknak, akkor az több lesz. Annak biztos, hogy meg fogunk felelni, hogy 10 külföldi játékos van a keretben. Tehát azt mindenféleképpen. Az, hogy minden esetben megfelelünk-e majd annak, hogy csak 5 külföldi játékos lépjen pályára, azt nem tudom garantálni.
csinálni, de minden esetre az, hogy komoly pénzhez jusson a csapat, ahhoz az kell, most idézőjelben komoly pénz, nem nemzetközi labdarúgás mércével, de magyar labdarúgás mércével, ahhoz az kell, hogy mondjuk bekerüljünk egy csoportkörbe, mert mint ahogy az előbb említettem, azért ott milliárdos összegekről beszélünk, hogy 1 milliárd körül van az E csoportkör, 4 milliárd körül a BL csoportkör, tehát azok már komoly pénzek, és mondjuk a BL-ben valaki értében nyer egy meccset a csoportkörben, az megint 500 millió forint. Tehát az hihetetlen összegekről beszélünk. Az természetesen nagyon nagyot tudna dobni a költségvetésen, de továbbra is azt tartom, hogy az, hogy mondjuk egy EL stabil résztvevő legyen egy csapat Magyarországon, ahhoz szerintem egy 5 milliárd körüli költségvetésre lenne szükség. Nos, tehát a stabil anyagi helyzet azért megvan a klubnál, nyilvánvalóan licenc gondjai se lehettek, ugyanakkor más csapatoknak viszont voltak. És öntől azt kérdezném, 2006-ra kicsit visszaugorva, bár akkor még nem vezetőként, hanem szurkolóként ért át azt, hogy a klub ugye a pályán kivívta az NB1-et, viszont a licencet nem kapta meg. Szóval hogyan fogadta ezt a 3-4 csapat kizárását? Hát én úgy vélem, hogy egész más szituáció volt a 2006-os, mint a mostani. Tehát maradjunk annyiban, hogy én, mint semmint emélyegyes bizottság elnöke, sem mint Ferencváros vezérigazgatója, nem tudom azt, hogy milyen okokból lettek kizárva. Ezt a csapatoknak fogja megküldeni, vagy küldte már meg az MLS, és utána a csapatok, hogyha akarják nyilvánosságra hozzák, hanem akarják, nem hozzák nyilvánosságra. Ez szerintem egy nagyon jó eljárás egyébként az MLS részéről, mert nem az van, hogy ő kiteregeti a szennyest, hogyha így hívjuk, hanem elmondja, hogy miért volt, és utána a csapat ezzel azt kezd, amit akar, vagy elmegy a sajtóhoz, vagy nem. De azt szerintem mindenféleképpen egy dicséretes dolog, hogy arra törekszik mindenki, hogy aki elkezdi a bajnokságot, az be is fejezze. Tehát az egy borzasztó történet, hogy itt tényleg minden tisztelet a győri, meg a pápai játékosoké, hogy ezt a bajnokságot úgy végigcsinálták, ahogy végigcsinálták, mert akár mondhatták volna azt már hetekkel a bajnoki cél előtt, hogy ők akkor így nem folytatják. És ez méltatlan mind az egész magyar bajnokságra, mind Magyarországra nézve. Tehát szerintem az, hogy egy ekkora ország, egy ekkora NB1-et eltartson, az ilyen pillanatban fikció. Tehát én sajnos reálisnak érzem a 12 csapatot. Pont erre akartam rátérni, hogy nagyon alakul, akkor ezek szerint ön és a Ferencváros örülne ennek. Hát, hogy örülök-e? Nem. Én annak örülnék, hogyha lenne egy 20 csapatos, nagyon erős bajnokságunk, borzasztó erős anyagi háttérrel, de sajnos nem ez a realitás jelen pillanatban Magyarországon. Tehát azt lássuk be, ennek vannak előnyei, vannak hátrányai, tehát majd meglátjuk, milyen lebonyolítási rendszer lesz, de abban az esetben, hogyha mondjuk lesz egy alsóház, felsőház, akkor például kifejezetten jó mérkőzések lesznek ugye a harmadik felvonásban. Meglátjuk, még egyszer mondom, természetesen, hogy azokat a csapatokat, akik ilyen sorsra jutottak, még egyszer mondom, az indokokat nem tudom, hogy miért, sajnálom, mert hát nyilván, hogy az ember sajnálja ezt, mert egy sportban azért az nem jó, hogyha az egyik ellenfelünk nem tud kiállni. Viszont az összlabdarúgás számára meg kell egy olyan NB1, ami biztos, hogy végig tud menni, és biztos, hogy nincsenek anyagi problémák az ott lévő csapatoknál. Pár napja azonban még 16 csapat képviselője kapott meghívót Kósa Lajostól Debrecenbe, ahol ugye a szurkolói beléptető rendszerek és annak átgondolásáról tárgyaltak. Ott ki képviselte a Ferencvárost és milyen állásponttal? Én nem voltam ott ezen a megbeszélésen, jelen pillanatban nem is foglalkozom ezzel, megmondom őszintén, majd utána fogok nézni. A szervezett szurkolókkal van valamiféle kommunikációjuk? Kire gondol? Hát például a Green Monsters, vagy a szurkolók személyiségi jogok nélkül csoport. Értem. A szurkolókkal korábban Kubatov Gábor elnök úr tartotta a kapcsolatot, tehát ő volt az, és kollégák, akik leültek velük, én ezeken nem vettem részt ezeken a megbeszéléseken, de én azt tudom, hogy több forduló volt így a megbeszéléseknél, tehát az elén rendszeresen fél évente ültek le körülbelül egyeztetni dolgokról, aztán később ugye volt a Vena Scanner, ami kiverte a biztosítékot bizonyos szurkolóknál. Én szerintem nekem az a véleményem, a klubnak is az a véleménye egyébként, hogy ez egy ilyen kreált feszültség, ugyanis 64 ezer körül van a szkennelt szurkolói kártyásunk száma, és közülük senkit nem ért atrocitás a szkenner miatt. Tehát ez egy azonosító mód, semmi egyéb. Még a stadion átadása előtt nyilatkozta, hogy szeretné, ha az új stadionban olyan lenne a hangulat, mint hogy a régiben volt. Ez megvalósult? Nem. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó hangulat van az új stadionban, más, mint a régiben volt, kétségtelen tény. Tehát azért azok a srácok, akik nem jöttek be, azok azért nyilván, hogy egy nagyobb hangulatot csinálnak adott esetben. De én szerintem azok a szurkok, akik benn vannak, azok kifejezetten jó hangulatot tudtak csinálni. Tehát, hogyha megnézzünk egy derbit, például jó hangulata volt, hogyha egy kupadöntőt jó hangulata volt, hát én szerintem baj nincs. Mindenki azt mondta, hogy nélkülük majd nem lesz meg a nézőszám, magasabb nézőszámunk lesz idén, mint bármikor volt az elmúlt 11
egy évben. Ezt most én megcáfolnám, mert tavaly 9000 volt az átlag nézőszám, most jelen pillanatban az utolsó vidi meccs előtt 8500-nál tartunk, pedig ugye az új stadion építés azért a világon mindenhol nézőket vonz be. Hát én úgy gondolom, hogy ez magasabb lesz ez a nézőszám, most nem tudom megmondani önnek, hogy ezt honnan vette ezt a számot. A magyarfutball.hu 16000-nek kéne lenni most a vidi ellen. Hát ez az irreális, biztos, hogy nem lesz annyi, de én majd meg fogom nézni, akkor is 9000 körül van, tehát természetesen hiányoznak, de sem még egyszer mondom mindenki, hogy kitiltottak, ugye a kitiltottak. Összesen 15 ember van kitiltva. A 4,5 év alatt ennyi került kitiltásra, meg tudom mutatni a listát, hogyha van erre kíváncsi. A többiek csatlakoznak hozzájuk emocionális alapon, amivel semmi baj nincs egyébként, de aki gondolja, az nyugodtan bejöhet, be kell szkennelni és be kell jönni. Semmi gond nincs. A stadion az ugyanúgy egy rendezvény helyszín, mint mondjuk egy mozi vagy egy bármi másról, be kell tartani a szabályokat. Vannak szabályok. Meg kell szoknunk, hogy a stadionokban is vannak szabályok. Volt idő, amikor nem voltak, most már van. Tehát önök nem engednek, és arra várnak, hogy esetleg majd ők megteszik ezt. Mire gondol, mit kéne engednünk? Hát mondjuk a tárgyalások. Ugye a vezérigazgatói poszt előtt kommunikációs igazgatója volt a Fradinak, tisztában vele, hogy a kommunikációnak micsoda csodát tud végezni, önök mégsem tárgyalnak. Tárgyaltunk nagyon hosszú ideig, előbb mondtam el, hogy tárgyaltunk, aztán egyszer csak megszakadtak ezek a tárgyalások, mert nem lettek betartva azok, amik meg lettek beszélve, ennyi. Csak hogy keretbe zárjuk a beszélgetést, akkor térjünk egy kicsit vissza a kupadöntőhöz. Ugye ott volt egy affér, most mutatom, hogy jobbra, mert az újságíró Pálotta jobbra, hogy azt hiszem, az egyik semleges szektorban a Videoton edzőjének a fiát, hogy jól tudom, megrugdosták. Itt történt valami nyomozás, vagy valami előrelépés, esetleg kitiltás az ügyben? Én megmondom őszintén, ezzel nem foglalkozunk, van egy biztonsági részlegünk, aki ezzel foglalkozik, hogyha megnézi valaki a videófelvételt, akkor látja, hogy nem így történt, ahogy most maga mondta, de én nem kívánok ezzel a következőben foglalkozni. Ez csak már a sajtóban így jött le, akkor nem kívánja tisztázni? A sajtóban így jött le, jelen pillanatban folyamatban van, én most nem szeretnék erről beszélni. Ja. Az utolsó kérdésem, hogy amikor volt a kupa átadás, akkor az ön nevénél is hallatszott fügy szó, és 4 éve vannak már itt, azért látszik a munka eredménye. Hogy esett önnek ez a fügy? Hát nem, igazából megmondom, hogy szinte nem foglalkozom ezzel. Tehát én tudom azt, hogy amit csinálunk, az helyes, tudom azt, hogy azért milyen átalakítások voltak itt, akár infrastruktúrálisan, akár sportszakmailag, azért eljutottunk oda, hogy van egy ilyen stadionunk, amilyen van, eljutottunk oda, hogy azért magyar kupa győztesek és ezüstérmesek vagyunk, de hogyha nem csak a labdarúgást nézem, akkor ott vannak a kézislányok, ott vannak a vízilabdások, akik 4 köré kerültek, azért ne felejtsük el, az sem, ott van Bácsi Péter, tehát azért én szerintem egy elég szép évvel zár a Ferencváros, szezon zár a Ferencváros, és hát ha valakinek ez ellenérzése van, akkor ez semmi baj nincs, tehát nyugodtan ki lehet nyilvánítani, nekem nem az a feladatom, hogy engem szeressenek. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Én is nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben tehát Orosz Pállal, az FTC labdarúgó ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk. Az interjú rögzítése utáni napokban a Fradi 3 éves szerződést kötött Ramirezzel, míg az OTP Bankliga utolsó fordulójában 2-0 arányban legyőzte a bajnok Videotont. Ennyi fért mai adásunkba, a beszélgetést visszahallgathatja a YouTube csatornánkon, vagy elolvashatja a magyarrelato.com-on, ahol ezen kívül sok érdekes információt is talál. Jövő héten újra találkozunk. Addig is valamennyi munkatársam, így Csányi Árpád, Havasi Zsolt, Marosvári Dániel és Vető Dániel, valamint a főszerkesztő Marti Zoltán nevében is búcsúzom. Varga Dávidot hallották. Magyar lelátó. A magyar sportélet más lelátószögből. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.